Start, elindult a Little Hill Handicap első része, Bellor nagyon gyengén kezdett, viszont Mississippi remekül jött el. Mississippi az első, mögötte Lavelle, Mississippi Lavelle kettőse az élen. Középen Ideal Italy színeit látom, aztán följebb jött Orpheus Melodia, a favorit, jól tartja magát ott Rhenium, és csatlakozásra lát Bellor is most már hatossal Mészáros Zsolt, amikor az ügető átjáróhoz közelítenek a telévérek, remekül együtt a kis mezőny. Mississippi vezet, mögötte Lavelle és Ideal Italy. Mississippi, Lavelle, Ideal Italy hármasával az élen, mögöttük jön Rhenium, Orpheus Melody, és följebb zárkózó Bellor, szintén fejfejt galopoznak a túlsenyes végéhez közelítve. Nagyjából 1000 méterünk van még hátra a futamból, biztosan vezet Mississippi, Lavelle és Ideal Italy előtt. Bellor kívül fölzárkozik a közeli négy pozícióba, Rhenium visszaesett, kezd folyamatosan leszakadni, hogy van a mezőny végén. Jön az utolsó 700 méter, az élen semmi változás, Mississippi a start óta maga biztosan vezet Lavelle előtt. Mississippi és Lavelle, ők ketten vannak az élen, de remekül tartja meg át ott mögöttük Orpheus Melody, jól jön Ideal Italy, kívül pedig Bellor egyre előrébb. Bellor gyenge startja után már elsőként érhet a célegyenesbe. 450-nel a vég előtt Bellor vezet, Bellor az első mögötte Ideal Italy, illetve aki jól jön még Mississippi, Orpheus Melody. Orpheus Melody kicsit nehezen akar elindulni, egyelőre Bellor sokkal erősebbnek tűnik mindenkinél, 300-al a vége előtt. Bellor vezet, Orpheus Melody viszont kezd hozzá közelíteni a távoszlophoz érve. Bellor az első, Orpheus Melody, Bellor, Orpheus Melody, Mississippi. Ez a sorrend, 100 méter van még hátra. Bellor továbbra is az élen, de jön Orpheus Melody vagy Bellor, Bellor vagy Orpheus Melody vagy Bellor vagy Orpheus Melody. Győz a favorit, Orpheus Melody kívül megveri Bellordot. Ő nyeri Little Hill Handicap első részét, harmadik helyre érkezik Mississippi, aki sokáig vezetett. Hát néhányan elfáradtak a végére, főleg ott a dobogósok mögött. Bellort biztos nyerőnek tűnt, de aztán Barabás Mónika belendítette Orpheus Melodyt, aki győz első handicapjében. Ugye nyeretlent hozott két héttel ezelőtt, és most handicapben is eredményes. Pedig hát Bellordal megszökött Mészáros Zsolt a befutó elején, de Orpheus Melody utoléri. Mississippi meg ott marad a harmadik helyen. Ez annak is köszönhető, hogy a Lavelle sem tudott jönni ezen a távon. Ideal Italynek is, hát itt azért egészen jó momentumom volt, legalább a harmadik helyre, de aztán ottan talán még a negyedik helyet is küzdenie kellett. 7-es, 6-os, 5-ös. Figyelem, elvileg. Az első futam nem hivatalos befutási sorrendje. 7-es, 6-os, 5-ös. Ismétlem, 7-es, 6-os, 5-ös. Őrült messze egyébként már a harmadik helyezett. Orpheus Melody a végén, azt kellene mondani, hogy biztosan veri meg Bellordot. A célban... Így van. Egy jó két hoz talán már az előnye. Idomár lovas siker, hiszen Barabás Mónikának ugye ilyen licensze van. Ahogy említetted, legutóbb Bakos Gáborral győzött nyeretlen, ez a Orpheus Melodyval Barabás Mónika is megoldja ezt a feladatot. Balog Istáló lova. A Lavelle-nek sok volt ez 1004, ugye azért erre lehetett talán számítani, hogy 1000 atra gyengébb.